Tegnapi napon a kormány a strasbourgi merénylet után rátekintett a biztonsági intézkedésekre, és az a döntés született, hogy a mai nappal a legfontosabb nagy tömegtartózkodási helyszíneket a TEK és a Magyar Honvédség Katonai Rendészeti Egységeivel megerősítjük, fönntartva azt, hogy a magyarországi veszélyeztetettség nyilvánvalóan nem éri el azt a szintet, ami Strasbourgba vagy Nyugat-Európába, szerte Nyugat-Európába tapasztalható, de a polgárok biztonsága, a belbiztonság szilárdan tartása érdekében tettük meg ezeket az intézkedéseket. A kormány számára a magyar emberek biztonsága az első, és a biztonság érdekében mindig többet kell tenni, ezért a Nemzetbiztonsági Kabinet tegnap úgy döntött, hogy megerősíti a karácsonyi vásárok védelmét. Magyarországon 160 karácsonyi vásár tart nyitva jelenleg, és a kormány úgy döntött, hogy a karácsonyi vásárok védelmét megerősíti. Itt Budapesten több helyszínen a terrorelhárítási központ járművei és személyállománya, a rendőrség személyállománya van jelen, és mindent megtesz annak érdekében, hogy a biztonság továbbra is meglegyen, megmaradjon. Együttműködünk a honvédséggel, a katonai rendészekkel, és úgy gondolom, hogy minden olyan intézkedés, amely az emberek biztonságát szolgálja, az Magyarország érdekeit is szolgálja. Két nappal ezelőtt Strasbourgban egy nagyon komoly terror cselekményt hajtottak végre. Mind a mai napig nem tudják elfogadni a megsebesített terroristát. Ez is arra hívja fel a figyelmet, hogy valószínűleg ez az ember nem egyedül dolgozott, hanem segítői vannak. Egyre feszélyezettebb a helyzet Strasbourgban és környékén, illetve a német-francia határon, és ma újabb hír ezzel a cselekménnyel kapcsolatban, hogy a harmadik áldozat is belehalt a sérüléseibe, és ráadásul úgy, hogy ezt az embert, aki elkövette, akit avval gyanúsítanak, hogy elkövette ezt a cselekményt, ezt évek óta megfigyelés alatt tartják. Ez egy algériai származású ember, aki Strasbourgban született, francia állampolgár, egyértelmű bizonyíték annak, hogy az a migrációs politika, amely arra alapoz, hogy sikerül integrálni az ideérkező migránsokat, az kudarcba fulladt. Ezt egyébként még tetőzi ezt a helyzetet az elmúlt napokban az ENSZ, illetve az Európai Parlament döntése, az ENSZ migrációs kompaktjáról beszélek, illetve a migráns vízumnak, amit ők humanitárius vízumnak hívnak, annak az elfogadásáról. Most ilyen körülmények között tartják meg minden helyen, természetesen minden keresztény országban azokat a karácsonyi vásárokat, amely itt mögöttünk is látható, és ezeknek a vásároknak a biztonsága került óriási veszélybe Európában. Nekünk itt Magyarországon, mivel Európa egyik legbiztonságosabb országában élünk, hiszen nem döltünk be annak a migráns politikának, amit ránk próbálnak erőltetni, és ezért mi megőriztük az ország biztonságát, a családok biztonságát. Ennek a fokozása érdekében döntött úgy tegnap a Nemzetbiztonsági Kabinet és a kormány, hogy a TEK, a rendőrség és a Magyar Honvédség katonai rendészeti járőrei azok közösen védik a magyar embereket a karácsonyi vásárokban. Engedjék meg, hogy bemutassam itt a katonáinkat, akik részt vesznek ezekben a rendészeti és járőrözési feladatokban. Decemberben mindenféleképpen, tehát január 1-jéig a Belügyminisztérium felkérése alapján a rendőrökkel közösen, illetve önállóan végzik ezt a tevékenységet, segítik a rendőreinknek a munkáját, és a felszerelésük az jól látható, hogy már a úgynevezett digitális katonaprogramnak az új felszerelésében hajtják végre ezt a feladatot. Ez a 2015 mintájú gyakorló ruha, illetve a katonák kezében látható géppisztoly a tegnap előtt bemutatott Scorpion Evo 3-as gépfegyver, amelyet már Magyarországon szereltünk össze, és ezért magyar fegyver került a magyar katonáknak a kezébe. Itt Budapesten négy járőrpár, négy különböző helyen hajtja végre ezt a feladatot.
a vidéki városokban, 6 vidéki városban, a Dunántúlon, Győrben, Székesfehérváron, Kaposvárott, a Dunatisza közén, illetve a Tiszántúlon pedig Debrecenben, Szolnokon és Hódmezővásárhegy két-két katonai járőr segíti a rendőreink munkáját. Itt szeretnék köszönetet mondani a kormánynak és a rendőrségnek is, hogy ebben a feladatban mi részt vehetünk, és közösen szolgálhatjuk a magyar emberek biztonságát.